15 milliárdos vagyona van az LMP-s Ungár Péternek. Ez derül ki a képviselő vagyonnyilatkozatából. A politikus szerint a 15 milliárdos szám akkor jön ki, ha optimistán beszélünk a részvényárfolyamokról. Vendégünk Ungár Péter. Annyira méltatlan, hogy most a részvényárfolyamokkal kezdenék el poénkodni. Jó estét kívánok az LMP országgyűlési képviselőjének. Szokták a parlamentben zrikálni? Majd a nagy múltja ennek a parlamenti jelenlétének nincs, én tudom. Azzal, hogy véletlenül a leggazdagabb, aki beismeri, hogy mennyi a vagyona? Hát nem tudjuk, hogy azok, akik különböző nem látható vagyonokkal rendelkeznek, mennyit tudnának. Hát én biztos vagyok benne, hogy Steindl Imre építészi, hogy mondjam, tudását bizonyítja az, hogy amennyiben a fideszesek vagyonnyilatkozatát megnézzük a parlamentben, akkor ugye az épület még mindig áll. Tehát itt azért én azt gondolom, hogy a magyar emberek alapvetően, amit nem szeretnek, az az álszentség és a hazugság. Tehát én pontosan bevallottam, nekem mennyi a vagyonom, azt öröklés útján szereztem édesapám halálával. Az mennyi? Hol van? Miben? Mit csinálok vele? Mindenki látja, ha rámegy a parlament honlapjára. Ha ráiratja valaki ezt Kovács Béláné Kis Józsefre, akkor azt ott lehet látni, hogy valami olyan van, hogy nem tudja igazolni, hogy honnan van a vagyona. Vagy ha már itt tartunk, akkor ugye nemrég ugye egy fideszes volt miniszter is hirtelen olyan vagyontárgyakat vallott be a vagyonnyilatkozatába, amit az ő általa keresett pénz nem feltétlenül fed le. Biztos nagyon széles körű és alapos vizsgálat követi ezt a bevallást majd. Én egészen biztos vagyok, hogy a NAV semmi mással nem fog foglalkozni, mint hogy ennek a közszolgálnak a fizetését összevegye mondjuk a kastély tulajdonlásával, és azért azt is hozzátenném, hogy tehát azért egy más dolog, nem az a baj, hogy Lázár János bevall ennyi vagyont, hanem a vagyonnyilatkozat tételnek a lényege az, hogy mind az évente bevallott vagyon között az mennyiben aránylik ahhoz, hogy mit keres, vagy milyen egyéb bevallott jövedelme van. De most, ha a kettő matematika között van egy probléma, az az, amiről beszélni kell. Na most megtettük. Adott az Indexnek egy hosszú interjú, hát nem kifejezetten interjú formában jelent meg Fábián Tamás kitűnő írása, hanem rengeteg felvetéssel szembesítette a saját mondatai által. És ott mondja azt, hogy én tudom, hogy hol a helyem, mik a korlátaim. Mik a korlátai, és hol a helye a magyar politikában? Itt is arra akarok visszatérni, mint előbb, hogy én szerintem talán a legfontosabb az, hogy az ember őszinte legyen, és ne legyen álszent azzal kapcsolatban, hogy kicsoda, micsoda. Én egy nagyon privilegizált helyzetbe születtem, ez a privilegizált helyzet, ez felelősséget jelent, de ez azt is jelenti, hogy például a mai, nem lett volna tőlem hiteles egy olyan felszólalást hallani, ami arról szól, ami amúgy egy valós probléma, és azt hiszem, ha jól emlékszem, Burány képviselőtársam szólalt fel erről ma a parlamentbe, hogy mennyiben megnőttek az alapvető élelmiszer árak. Ez egy fontos probléma, én is beszélek róla, de alapvetően pontosan tudom, hogy nem tőlem a leghitelesebb az ilyen problémák. Ez egy önkorlátozás? Tehát olyan dolgokat véletlenül se kezdjen el képviselni, amikre azt lehet mondani, hogy maga beszél. Persze van ebben önkorlátozás is, meg van ebben az, hogy szerintem mindenkinek meg kell találnia a helyét egy ilyen közösségben, ami mondjuk az én politikai közösségem, az LMP, de akár a tágabb ellenzéket nézve is, hogy mi az, amiben valaki hiteles tud lenni. Azt mondja, hogy miniszterelnök nem akar lenni, de miniszter lenne hosszú távon, hogyha úgy hozza az élet. Azt is kinézte, hogy milyen minisztériumot vinne? Nem, azért ez egy kérdés-válaszra volt, persze, csak itt egybe volt vonva, itt végig voltak kérdezve különböző funkciókért, csak arra utaltam, hogy nem. Én nem gondolom azt, hogy így 27 évesen nekem volt már olyan velem egyidős politikus, aki elmondta, hogy 2026-tól majd az ő kormánya fog következni, én ebbe a hibridbe nem szeretnék beleesni. Fidesz-LMP koalíció az elképzelhetetlen? Itt ebben a cikkben azt nyilatkozza, hogy most nem látja reálisnak. És ennél kicsit erősebben fogalmaztam, ha jól emlékszem. Nem tudja elképzelni. Igen, én így. Viszont nem akarok olyan terepre evickélni, ami nem feltétlenül elegáns, de az édesanyjával pontosan ezt a harcot vívja naponta. Nem lehet közelíteni a gondolkodásmódot? Nagyon érdekes kérdés ez, ugye van, és szintén ezt tudom mondani, van más ellenzéki párt, aminek jelenleg mondjuk újraválasztott elnöke is ugye a kormányoldalhoz kapcsolódik, ott mégis
más ennek a megítélése. Az a helyzet, hogy én nekem Schmidt Mária az édesanyám, ezt ebben a műsorban körülbelül 12-szer már megbeszéltük ezt a médiát. Nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy ugye ő nagyon erősen leteszi a voksot a kormányzat mellett, és a kormány döntései gondolkodásmódja mellett. Igen. Nyilván beszélgetnek otthon, nyilván érzékeli azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol meggyőzhető egy a Fideszhez kötődő gondolkodó értelmiség, és hol vannak azok, amik teljesen szilárdak, és hozzá nem lehet férni. Én azért még egy valamit amúgy a Fidesz-LMP koalícióról akartam mondani, hogy ugye egyetlen egy ember volt, akitől ezt valaha hallottam, hogy az ő pártja koalícióra lépne a Fidesz-szel, az pont az én nekem a momentumos ellenjelöltöm Benedek Márton volt az én választókerületemben, pont a Gulyás Márton által rendezett vitát, de ettől visszatérve, az a helyzet, hogy szerintem nagyon sok mindenben meg kell tudni győzni a fideszeseket. Most itt édesanyám is egy fideszes választó, akit sok mindenről meg kell tudni győzni, de a többi fideszes választóra gondolok itt, akik többen vannak. És ha őket nem győzzük meg, akkor soha nem lesz kormányváltás. Ha nem foglalkozunk azzal a tartalmi problémával, hogy honnan lett 400 ezerrel több szavazattal a Fidesznek 2018-ban, mint 2014-ben, akkor soha nem fogunk tudni kormányváltást elérni. Ön már tudja, hogy honnan lett? Nem tudom, de szerintem jó lenne erről elkezdeni beszélni, ahelyett ugye vagy azt mondjuk, hogy csalás történt, vagy azt mondjuk, hogy a választási rendszer, vagy azt mondjuk, hogy összefogás, vagy azt, hogy fideszes ügynökök, vagy... Migráció, de határvédelem. A határvédelem, ezeket meg a migráció... Ezeket szokták még mondani most már az ellenzéki legalább politikusok. Tartalmi jellegű kérdésekre. Ez a csalás, összefogás, választási rendszer, ez egyetlen egy dologra használ, hogy elfedje a problémát azt, hogy több szavazójuk lett, mert a Fidesz alapvetően sajnos azért nyerte meg a választást, mert túl sokan szavaztak rájuk. Ezzel a problémával kell foglalkozni. Ha nem foglalkozunk ezzel, nem lesz semmi. Rendezzen egy konferenciától foglalkoznak ezzel. Én nem tudom, és most nem akarok senkit megbántani, de a Mozsár kávézóban rendezett ellenzéki konferenciák sem biztos, hogy elhozták azt a politikai sikert, amit ez jelent. De ott legalább volt valami közös beszéd különböző pártok között, az azért nem volt gyakori egyébként. Volt, én szerintem például ilyet sokszor zárt körbe kell megrendezni azért, hogy ugye ne a médiának beszélnek a politikusok, vagy egy politikus más a médiának beszél, mint amikor... Üdvözlöm a médiában, én, kedves politikus úr! De az a lényeg, hogy ilyen zárt körbe kell tudni ilyeneket tartani, kell tudni egymással beszélni, és tartalmi kérdésekről kell beszélni. Tényleg úgy gondolja, hogy minden pártnak szüksége van egy oligarchára? Nem. Ezt nem. Ugye szintén... Itt akkor az oligarcha definíciójáról beszéljünk egy kicsit. Azt gondolom, hogy minden pártnak szüksége van anyagi, média, emberi erőforrásba, tekintettel erőforrásba, ami a pénz, paripa, fegyver kell mindenhova természetesen. Szerintem, aki ezt nem mondja ki, vagy nem gondolja így, az, hogy mondjam, az szintén becsapja a magyar embereket. De ennek részben legálisnak kell lennie, részben ugye itt ez az én oligarha vagyok-e kérdéskörre vonatkozik, az oligarchák ritkán szoktak egy pártnak az országos listának 5. helyén szerepelni. Ha csak nem ezt kérik cserébe. Az oligarchák ugyanis mindig kérnek valamit cserébe. Igen, de hisz azért, tudja. De hogy mondjam, tehát az oligarchának, tehát attól, akkor mitől lesz valaki oligarha, és a vagyonos között mi a különbség? Hogy tudná akkor ön a kettő között a különbséget? Ugye? Hát oligarchának hívjuk jelen pillanatban azt, akinek a vagyona nem feltétlenül munkával termet, viszont olyan dolgokra fordítja, amely ráfordítások számára hasznot hoznak. Szerintem nagyjából hát igen, ezt tekintetjük akkor ma Magyarországon oligarchának. Jó, hát akkor ebben a definícióban kétségtelenül nem istem vele, mert az LMP már csak azért is, mert nem volt ebben a pozícióban, de mások miatt is nekem semmilyen anyagi tehát hasznot soha nem jelent. LMP támogatója. Pénzügyi támogatója. De ugye ebben, amit mondott, ráadásul azt mondta, hogy abból nekem még hasznot hát kéne szereznem, itt semmilyen nem történt soha. Van az LMP-nek oligarchája? Nincs. Ha az LMP-nek oligarchája lenne, akkor az állami számvevőszék nem azért büntette volna meg, mert egy második emeleti újlipótvárosi lakást piaci áron alul bérel elvileg. Tehát akkor talán egy kicsit, hogy mondjam, más jellegű büntetések lettek volna. Itt jelentette be ebben a műsorban, hogy ajánlatot tesz a Magyar Nemzetre. Majd itt jelentette be, hogy eláll a vételi ajánlattól a körülmények okán. Most nekem ebből az Index cikkből úgy tűnt, hogy voltak éppen, mintha nem is akarta volna igazából megvenni, és nem nagyon cáfolta kategorikusan, hogy ez így van. Volt egy nagyon egyértelmű vételi szándéka a Magyar Nemzetre, vagy igazából csak eljátszott a gondolattal, például azért, hogy a mostani média investícióját megalapozza? Hát... Én azért, hogyha azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy nekem nem sikerült megvenni a Magyar Nemzetet, de azért ezzel vagyunk így páran az ajánlat hát nem tudom, hogy hányan tettek ajánlatot. Ön tudja? Hát legalábbis volt még ez a cseh
úriember mindenféleképpen, és valahogy neki sem sikerült. Tehát, hogyha valamit sok mindenki próbál megvenni, vagy többen megpróbálják venni, de nem sikerül, akkor ott lehet, hogy az eladónál van valami olyan, ami miatt ez az adásvétel nem materializálódik. Simicska nem akart eladni igazából? Hát én azt látom, ahogy annak a portfóliónak a médiája, és most ugye a heti választ is be lehet idehozni, ahogy az alakult, azt látom, hogy itt a tulajdonos szándék alapvetően az, hogy ezek a médiák megszűnjenek létezni. Próbálják kitalálni sokan most, akik azt gondolják, hogy erre rálátással bírnak valamennyire, hogy Simicska és Orbán Viktor kibékültek egymással itt a választási időszakban. Önnek ez ügyben volt benyomása a tárgyalások biztosan során? Biztosan hívnak meg a mai műsorban is politikai elemzőket, majd ők ezt elemzik. Amúgy megígértem magamnak az elején, hogy itt is el fogom mondani, hogy viszont az azonnali.hu-nak a többségi tulajdonosa lett. Hát ez lett volna a médiaipari beruházása, amire utaltam. De csak ki akartam mondani, hogy az azonnali.hu, és mindenki látogassa gyakran. Amelyből aztán lesz egy országos hálózat? Ez lesz az alapja egy országos hálózatnak? Higgy el, hogy amint ezzel kapcsolatban bejelenteni valóm van, ismételten itt leszek. Az a helyzet, hogy én, de amit ott elmondtam abban az Index interjúban, ezt komolyan gondolom, hogy vidéki jellegű médiafejlesztés kell, mert nagyon sok megye van, Zala, Somogy, ahol például nincsen semmilyen, Debrecen például a Magyarország második legnagyobb városában nincsen ellenzéki hang, tehát nulla, semmi. Nincsen egy helyi ellenzéki lap, mondjuk ezekben a két megyét, mondtam meg egy nagy magyar várost. Azért ez egy elég súlyos probléma. Megteremti ezt? Szerintem, és ez most nem az én személyes felelősségem ezt megteremteni, de szerintem az ellenzéknek ezzel foglalkoznia kéne. Ha már valami, ami az infrastruktúrális oka a kétharmadnak, akkor ez az infrastruktúrális oka. Ezt én értem, az ellenzéknek meg kell tennie. Ön mennyit tesz ebbe be? Minden ilyen jellegű dolog, amit én csinálni fogok, arról tájékoztatni fogom a médiát. Nem, hogy kérdeztem, hogy mennyit tesz bele, hanem hogy például ezt a két megyét, meg Debrecent megcsinálja? Én például, Szombathely az én, hogy mondjam, lelkemben egy különösen fontos hely, és sokat fogok Vas megyével foglalkozni a jövőben. Elég távolságtartó elkötelezettséggel mondja ezeket. Nagy pofon volt az LMP-ben, hogy nem lett budapesti elnök? Ugye először is azt kell mondanom, hogy itt formai okokból ez a választás meg lesz ismételve, de a lényeg az, hogy azért előfordult már velem az LMP-ben, hogy nem választottak meg pozícióba. A másik pedig, hogy én a többségi döntést az minden szempontból végre fogom hajtani, és remélem, hogy majd azok, akik ezt a pozíciót betöltik, azok sikerrel fogják indul vélni. Újra? A megismételt választáson? Nem hoztam még meg ezt a döntést, de nem tartom valószínűleg. Akkor az egy kicsit mégiscsak megbántódott. Hát azért... Ha először indulni akart, majd amikor megismétlik, akkor azt szerintem mondja, nem a megbántódás, hanem a többség akaratának az értelmezése inkább. Lovas Istvánnal kibékül? Nem hiszem, hogy Lovas Istvánnal ki fogok békülni. De hát szegény áldozat. Hát a Bilderberg csoport feltörte az e-mailt. Igen. Én azért tartom ezt a... igazából elég méltatlan, de azért tartom ezt fontosnak, mert ugye ez az ember az... államilag kitartott propagandamédiában rendszeres szereplő. És ráadásul neki van egy történelmi felelőssége, hogy azért a magyar politizáló jobb oldalon az egész oroszbarát, izraellenes retorikát alapvetően ő hozta be a magyar jobboldali mainstreambe. Tehát ő volt az első, aki ezeket az ilyen hitfő.ru, meg minden egyben blog jellegű, teljesen értelmetlen összeesküvéseket ilyen áltudományoskodó nyelven leírta a különböző jobboldali orgánumokba, és ezzel a fősodorba helyezett egy olyan dolgot, ami korábban ilyen teljesen abszurd és marginális volt. Ha valaki nem követte volna Lovas István, valami egészen ocsmány szövegű és némiképp tartalmú méleket küldözgetett egyet, nem. Majd a mailboxáról érkezett. Egy doppelgenger küldte, tehát feltörték, mert a Bilderberg csoportról írt, majd elküldték ezeket az e-maileket, amiket nem ő küldött, de egyetért vele. Így teljes a történet. Ez valóban így csodálatos. Úgy, hát ennél csodálatosabb nem lehet. Köszönöm szépen. Én köszönöm.